Hol van itt bármi, ami törvényes? Hamis a nyomozás, hamis a vád, komédia a tárgyalás és az ítélet. Szabonya Zoltán unokája verset tisztelget nagyapja előtt tegnap délután a Bács-Kiskun vármegyei büntetésvégrehajtási intézet falán elhelyezett díszkoszorúnál. Az 1956-os forradalom vértanúját 66 évvel ezelőtt a börtönudvarán végezték ki. Halálának évfordulója alkalmából csütörtökön, Kecskeméten három helyen emlékeztek meg róla. Az, hogy a Kecskemét városa, illetve pontosabban Bács-Kiskun megye néhány évvel ezelőtt emléklappán nyilvánította az ő halálának a napját, ez egy óriási dolog, és én azt gondolom, hogy ezt a példát kellene nagyon sokaknak követni, mert 1956 névtelen és nevesített hősei sokszor a feledés homályába mennek, és ez nem jó. A délután 4 órakor kezdődő megemlékezésen részt vett dr. Szakály Sándor, Széchenyi díjas magyar történész, valamint Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, aki arról beszélt, milyen szembenézni a halállal, hiszen ő néhány évvel ezelőtt a Covid vírus miatt élet-halál között lebegett. Ideje van felkészülni, az első gondolat mindig a mélységes szomorúság. Hogy itt kell hagynom ezt a szép világot. Itt kell hagynom a gyerekeimet, a feleségemet, itt kell hagyni mindenkit, aki nekem fontos volt is. Miért pont én? Miért pont így? Az ünnepségen beszédet mondott Szabonya Zoltán lánya is, aki azt mondja, ezek a rendezvények nem csak felemelőek, de felkavaróak is számára, hiszen minden alkalommal újra fel kell elevenítenie a pillanatot, amikor édesapját utoljára látta. Elmentünk a másodfokú tárgyalás után, hogy elbúcsúzzunk tőle, de nem engedték, és így csak távolról inthettünk neki, ahogy csíkos rabruhában két börtönőr kísérte, búzsba kötve, a keze meg volt bilincstelve, és a lábához láncolva, és így a földig hajolt, hogy ment a rabszállító felé. Szabonya Zoltán ügyvéd volt, a jánoshalmi és mélykúti forradalmat vezette, a polgári demokráciáért küzdött, de politikai ellenfeleit is megvédte. 1958-ban Kecskeméten végezték ki, 48 évesen.